Jó estét kívánok! Önök a napjainkat látják. Előjáróban nézzük, mit láthatnak a mai adásban. Tűzoltás vagy reform? 6 pontos megszorító intézkedést jelentett be a pénzügyminiszter. A műsor vendége Fodor Oszkár közgazdász. A szerb haladó párt kapta a legtöbb szavazatot a verbászi önkormányzati választásokon. A nyugat-balkáni országok házelnökei találkoztak Budapesten. Várja segítséget a szerencsétlenül járt csantavéri Gere család. Már több mint 500 családnak segített a Segítsük Egymást Vajdaság csoport. Nemzetközi családügyi konferenciát tartottak Újvidéken. A gyűlöletbeszéd médiában betöltött szerepéről tanácskoztak az Újvidéki Egyetem bölcsészkarán. Csőd előtti állapotban van Szerbia. Ez a mondat az elmúlt héten Lázár Krstić pénzügyminiszter és Alekszandar Vučić a kormány első alelnöke szájából is elhangzott. Ezzel indokolják, hogy szigorú megszorító intézkedéseket jelentettek be. A cél a költségvetési megtakarítások növelése, illetve a pénzügyi stabilitás és a gazdasági növekedés serkentése. A megszorítások 6 fő eleme elsősorban a közszférában dolgozókat érinti. A 60 ezer dinárnál nagyobb béreket 20, a 100 ezernél nagyobbakat pedig 25%-kal csökkentik. Az intézkedés viszont nem ennyire egyszerű, ugyanis az első esetben a csökkentés csak a 60 ezres határ fölötti összegre vonatkozik. A 100 ezer dinárnál nagyobb fizetés esetében viszont a 60 ezer és a 100 ezer közötti összeget 20, a 100 ezer dinár fölötti összeget pedig 25%-kal csökkentik. A pénzügyminiszter azt is bejelentette, hogy 8-10%-ra emelik az áfát azon termékek esetében, amelyek nem számítanak alapvető termékeknek. Csökkentik továbbá a közvállalatoknak juttatott támogatásokat, és hamarosan befejezik 179 közvállalat magánosítását. Krstić kiemelte még az olcsó hitelek felvételének fontosságát és a vállalkozói légkör javítását. Ehhez viszont meg kell változtatni a törvényes előírásokat, mindenek előtt a munkatörvénykönyvet, de jelentősen egyszerűsíteni kell az építkezési engedélyek kiadását. Ugyanakkor az államnak is meg kell változtatnia az infrastruktúrális befektetések eddigi modelljét, mondta Krstić, aki szerint a bejelentett megszorító intézkedések elkerülhetetlenek, ellenkező esetben csődbe menne az ország. Élhetnénk még változtatások nélkül úgy, ahogyan eddig, 6, 9 vagy 12 hónapig, de talán 2 évig is. Tehát nem volt pont most szükség politikai akaratra a reformokhoz. Azt gondolom, hogy nagyon felelősségteljes lépés a kormány részéről, hogy most, amikor még van időnk és fizetőképességünk, elmondtuk, hogy mit fogunk tenni. Ha ezt most nem tettük volna meg, később már nem lenne rá lehetőségünk. A megszorítások nélkül elvesztenénk a fizetőképességünket, és 2 éven belül csődbe menne az ország. Szükségünk van a polgárok támogatására. Nyíltan kiálltunk, és semmit sem titkoltunk, amikor ismertettük a hosszú távú terveinket. Tudjuk, hogy ez tiltakozásokat és felháborodást válthat ki, de nekünk egy normális, tisztességes, modern, rendezett országot kell létrehoznunk, ahol a profit lesz egy egységes gazdasági környezet alapja, és nem az, amit az államtól lopunk el, amiért nem dolgoztunk meg. A gazdaság megmentése a legfontosabb számunkra. Ezekkel az intézkedésekkel ez a célunk. 2015-re látszani fognak az első eredmények, amelyek azt bizonyítják, hogy Szerbia a jó úton halad. A közszférában a korábban becsült 550 ezerrel ellentétben 660 ezeren dolgoznak. A miniszterelnök szerint ezt a számot csökkenteni kell, és fel kell mérni, hogy a közalkalmazottak pontosan milyen munkát végeznek, és mekkora bérért. A termelési szektorban kell munkahelyeket teremtenünk, mert sokan dolgoznak olyan munkahelyen, ahol nem állítanak elő semmilyen értéket. Lehetetlen, hogy ez a rendszer tovább fennmaradjon. Míg az ellenzék egyértelműen ellenzi a megszorításokat, a szakemberek véleménye megoszlik a kérdés kapcsán. Köszöntöm a stúdióban Fodor Oszkárt. Jó estét kívánok!
Az egyértelmű, hogy ezeket a reformokat, vagy valamiféle reformokat meg kellett volna hozni már évekkel ezelőtt, de valamiféleképpen a politikai érdekek és egyebek miatt erre soha nem került sor. Elmondhatjuk, hogy most sikerült háttérbe szorítani a politikai érdekeket, és szakmai döntések születtek? Nem. Nem. Gyakorlatilag folyik tovább az élet, és ez eddig is így ment, hogy jöttek új lovasok, és nyargaltak tovább, addig, míg valaki ki nem ütötte őket a nyeregből, és akkor jöttek a másik lovasok. Most, hogyha ezt lényegesen nem változtatjuk meg, ehhez forradalom, vagy általános reformra volna szükség. De ez késik már, mert 25 éve annak, hogy az ország állapota különösen gazdasági szinten züllik ide, ahova most jutottunk, hogy csőddel fenyegetnek külföldről, de nem csak, hanem a miniszterelnök, a helyettese, a jegybank guvernantája, vagy az új pénzügyminiszter, ők bejelentették, tehát ennek a látható, már a látó határon belül van a csődkilátás. A csődkilátás, ez az, amit úgy neveznek, hogy argentin szenárió. Az argentin szenárió abba különbözik a görög szenáriótól, hogy ott már beállt egyszer ugye, a fizetésképtelenség. Görögországban még nem, de késve reagáltak, és mindenkinek a segítségére volt szükségük ahhoz, hogy ne zuhanjonak tovább, de milyen nehézségek között folyik le ez a változás, a szokásoknak a megváltoztatása, ezt mi látjuk ugye minden nap, a tévében, a sajtóban olvassuk, előttünk bonyolódik a dolog. Tehát ez vár ránk, hogyha nem változtatunk most lényegesen a dolgokon. Először a görög szcenári, aztán az argentin a túlsó végén. Aztán pedig majd megtudjuk, hogy mi lesz, aki túléli, az majd meglátja, hogy az új kezdetet majd kifogja annak idején, egy év múlva, másfél múlva újra kezdeni, hogyha ez nem sikerül újra, mert voltak ilyen kezdeményezések már, ugye, csak nem hoztak megfelelő eredményt, éppen a politikai nem egyetértésből, illetve a politikai partikularizmusból mindenki a saját malmára csalta volna le a vizet, és ennek ez lett a vége, hogy az összkibocsájtása a nemzet gazdaságnak, illetve a nemzetnek, az országnak, az általános output, amit GDP-nek vagy bruttó nemzeti terméknek nevezünk, a felén áll most, mint 89-ben volt valamikor, ez egy hihetetlen nagy tragédia, és ebből ered minden nehézség. És mindemellett azt mondják, hogy a régi Jugoszláviában, az egész nagy Jugoszláviában közel 200 ezerrel kevesebb közalkalmazott volt, mint most Szerbiában. Ő valóban ebből ered minden problémának a gyökere, mert most úgy tűnik, hogy a reformokban a közszférára terelik a legnagyobb hangsúlyt. Végeredményben ez a közszférának az elburjánzása, ez olyan, mint a gaz szaporulata, vagy a gaznak a növekedése a trágyadombor. Mert alatta senki nem intézte el a trágyadombot, és senki nem vetett be nemesebb magot, akkor ezen a trágyadombon elburjánzott, kinőtt egy óriási közigazgatási szféra, ahol a miniszterelnök helyettes nyilatkozata szerint, ugye azt se tudjuk, hogy mivel kellene, hogy foglalkozzanak. Nem az, hogy mit csinálnak ma, mert nem csinálnak semmit, mert be se járnak a munkahelyükre, vagy bejárnak egy fél órára, ugye, és aztán eltűnnek a munkahelyről, csak költségeket okoznak, és csak zavart keltenek a közügyek intézésébe. Tehát ez a következménye egy áldatlan állapotnak már, ami nálunk folyik. Több tíz év óta folyik. Most, ugye? Még most mindig lehetne valamit tenni, hogyha ehhez lenne egy álhatatos politikai akarat. Ugye? Azt mondja a Nemzetközi Monetáris Alap, ugye? Hogy igen, úgy látjuk, hogy jó irányba tekingettek, ugye? Hogy segíteni fogunk, írjátok le a mi a szándékotok, hogy mit fogtuk aprólékosan intézni ezen az úton, ugye? De az érdekel bennünket, hogy most betartjátok-e az ígéreteiteket, amit ezelőttetek 5-6-7 garnitúra megígért és nem tartotta be. Mert hogyha most se tartjátok be azt, amit
a programígéretbe, a letter of intent vagy a szándéknyilatkozatban leírtok, akkor nem tudunk rajtatok tovább segíteni, mert mindenki hátat fog nektek fordítani. És ez a szerepe gyakorlatilag a monetáris alapnak, mert a monetáris alap van megbízva avval, hogy bennünket a szanatóriumba utaljon be gyógyításra, és ő fogja majd a gyógykezelés eredményét is szem előtt tartani, és állandóan jelentést tenni arról, hogy érvényesül-e vagy nem az a sorozat intézkedés, amit itt kilátásba helyezett a pénzügyminiszter, a jegybank főigazgatója, a miniszterelnök. Egy másik nagy gyanú még tovább, ami fönnáll, ugye, hogy a nemzetközi közvélemény az után érdeklődik, hogy nem-e one man show, ezt úgy mondja az amerikai, ugye, egy monodráma játszódik itt le, egy személy az, aki itt képviseli a reformakaratokat. De ha csak egy személyen múlik a dolog, akkor ebből nem lesz semmi. De hogyha ezt nem fogja támogatni a széles, hát mondjuk úgy, a névréteg, de ha nem kap támogatást a szakszervezetektől, nem kap támogatást a vállalkozóktól, ugye? Akkor a külföldi segélyek is hiába jönnek ide, akkor továbbra is elül. Ugye? És hogyha itt a sok apró kis pártból összehozott kormányzás, amelyik nem működik, mert látjuk, hogy nem működik, továbbra is csak kaszinózik, akkor ebből nem lesz semmi. Még egy pillanat, vagy egy gondolat erejéig visszatérnék a közalkalmazottakhoz. Itt Ivica Dacsics azt mondta, hogy elbocsátások lesznek előbb-utóbb. Na most ehhez még nincsen megfelelő munkatörvény egyrészt, másrészt meg szerintem a munkaerőpiac sincs olyan helyzetben, hogy ezt a 200 ezer elbocsátott szemét fel tudja venni. Na most akkor lehet-e, jelenthet-e előrelépést, egyértelmű előrelépést ez a leépítés? Ez a leépítés, az egész program, amiről itt szó van, nagyon nagy leszűrt bölcsességet igényel a politikai vezetéstől. Ezt nem lehet elkapkodni, nem lehet elhamarkodni, és nem lehet a hátuljáról kezdeni, az elejéről kell kezdeni. Ugye az alapokat kell először leigazítani, újra elszigetelni, és csak aztán a salétromot a falakból kiűzni, mert pengálással nem lehet megoldani a dolgot, újra kiüt egy év múlva, vagy fél év múlva kijön. Tehát ezt nem lehet így csinálni. Végig kell kísérni a technológia szerint. Ez, amit most még egyelőre látunk, ez a könyvek tartalomjegyzékéből kijegyzett néhány elképzelés, illetve 10 parancsolat. Ez mindenütt a világon így van. Ezt végre kellene hajtani. A végrehajtáshoz okvetlenül szükséges, hogy jogszabály legyen belőle először. De majd a jogszabály után következik egy ellenőrző mechanizmus, aki majd leellenőriz, hogy mindenki végrehajtja a jogszabályt, vagy nem, akkor jön egy igazságszolgáltatási rendszer a másik végén, aki majd azokat, akik nem tartják magukat a jogszabályhoz, mert ugye föltételezzük, hogy a jogszabály demokratikus módon fogjuk meghozni. Nem császári dekrétumokról lesz itt szó, hanem a parlamentben születik majd meg most egy költségvetés a következő évre, és ez a költségvetés már úgy születik majd meg, hogy nem csak a 2014-es évre szól, ugye, hanem 3 vagy 5 évre középlejáratra, vagy 7 vagy 8 év hosszú lejáratra lesz megszabva az irányvonal, és ez csak az első év lépéseit fogja tartalmazni. Már most látjuk, ugye, hogy a szakszervezetek, akkor orvosi kamara, ügyvédi kamara, ez, az már borzongatják a szőrüket, és készülnek rá, hogy a parlamentben megtorpedózzák a 90, illetve a 2014-es költségvetés meghozatalát. Ez már egy hónapon belül vár ránk. Meg fogjuk látni azt, hogy mi történik a parlamentben. Hogyha itt ez nem megy át a parlament, a 2014-es költségvetés, azaz a költségvetés maga már törvényformájú. Tehát a költségvetés, mikor meghozza a parlament, akkor a költségvetésről törvényt hoz. Annak arra a törvényre csatlakoznak a többi más előírások, alacsonyabb rangú kormányrendeletek és mások, amik a végrehajtást szolgálják. Hogyha nem lesz összehozva, nem lesz közös nevezőre hozva az egész, és ebből nem lesz egy mozgalom, akkor ez úgy fog járni, mint az eddig ezelőtt már általunk ismert próbálkozás.
és akkor hiába pengáltunk. És ön hogy látja a vállalkozói légkört jelenleg Szerbiában? Mert ugye a külföldi befektetők ide vonzása az elengedhetetlen. Ehhez le kellene faragni a költségvetési hiányt. Mondjuk Ivica Dačić éppen ma mondta, hogy Szerbia úgy vonzza a külföldi befektetőket, mint a mágnes. Ön hogy látja? Szerbia egy halvány fleck az európai térképen, de egy ilyen halvány, kihasználatlan, vagy aránylag ismeretlen már akinek. Ugye? De ide kacsingatnak keletről, távol-keletről, közelebbi keletről, északról, délről, valaki szeretné itt megvalósítani a politikai érdekeit. Értem alatt oroszokat, kínaiakat és másokat, a közép-keleti arabokat is, és az emireket, akiknek fölösleges pénzük van, nem tudnak vele mit csinálni. Ugye? És azt valahova el kell helyezni. Óriási pénzösszegek forognak a világba minden nap a színpadon, ugye? És nagyon gyorsan, amilyen gyorsan letelepednek egy helyre, olyan gyorsan fölszerik a sátorfát, és áttelepítik a másik helyre, tehát ezt kellene megelőzni. Először, amikor idejöttek, amikor érdeklődtek, lekötni őket, és utána józan eszű fejlesztési programokkal itt tartani őket, hogy nem távozzanak el az első nehézkes politikai mozzanat után. Hogy a vállalkozás maga, Amerikának 200 évre volt szüksége, hogy kialakítson egy vállalkozó réteget, vagy egy vállalkozói, egyéni vállalkozói fölfogást, mentalitást. Nálunk ezt a mentalitást 50 évig vasaltuk az önigazgatásba és más központi tervezési rendszerű intézkedésekbe. A kelet-európai országokban 70-80 évig, akik orosz fennhatóság alatt működtek, ugye, tartozott az, hogy a vállalkozó szellemet kiirtották. És nagyon sokáig telt, mire újra fölébredt az emberekbe. És most is az van, hogy a vállalkozó szellem és a vállalkozás, ez csak egy elementuma az előrehaladásnak. Ezt úgy lehet-e fölgyorsítani, hogy azokban a vállalatokban, vagy azokban a maradékokban, amik a privatizáció után sajnos nagyon rosszul végrehajtott privatizáció után visszamaradt kapacitásokban, még van valakinek olyan terméke, amelyik megállná a világpiaci konkurenciát műszaki szinten, tehát kifejlesztett termék szinten, és azokon segíteni, hogy új technológiával, új hozzáállással, nagyobb produktivitásra, termelékenységgel, megfelelő önköltségi árakkal ezt kivigyék a külföldi piacra, abból lesz majd itt GDP, vagy össztermék, összkibocsátásnak a növelése, és majd abból lesz nagyobb költségvetési bevétel. De a költségvetési bevétel, ami ebből jön évek hosszú során, ez csak akkor lesz megfogható, hogyha a költségvetés, illetve az állam talpon marad, nem omlik össze grogi, most egy ilyen hihetetlen költségvetési egyensúlytalanság állapotban, amiben most mi szenvedünk. A közhivatalnokoknak az elbocsátása az egy nagyon kényes kérdés, mert a politikai pártok hozták oda a saját üdvöskéiket, akiknek semmilyen tapasztalatuk nincs, koraszülött politikusokat vittek oda, akik sajnos nagyjából semmihez se értenek, és nem a szakmájuk, hogy megfelelő beosztásban vannak most is, csak a fizetésért járnak be, illetve be se járnak, csak beküldik nekik a folyószámlára a fizetést. Ezektől megszabadulni így nem lehet. Na most ennek is léptékei kell, hogy legyenek, és valahol el kell kezdeni a pulóvert kibontani. De erre az, hogy kifejtsem a pulóvert, valahol ki kell a szálat bogozni. Mikor kibogoztuk a szálat, ez a közvetlen államaparátus, a közvetlen államaparátus, a közigazgatás. Mert azt mondják, hogy 500 ezer vagy 750 ezer ember foglalkozik állami szférába, ezt nem tudjuk, hogy ki mire gondolt. A 700 ezeres szám valószínűleg magába foglalja mondjuk a Simpó, vagy a Galenica, vagy a Sartid, és nem tudom hol működő dolgozókat, az gyakorlatilag a gazdasági vállalatok a történelem folyamán többségi állami tulajdonba kerültek, de nem közvállalatok. A közvállalatok
a gázszolgáltatás, az áramszolgáltatás, vízszolgáltatás, szennyvízlevezetés, STB, olyan termelő munkával foglalkozó vállalatok, amelyek tényleg közvállalatként lettek meg, ha ezt lecsökkentsük erre a szintre, akkor 300-400 ezer az a foglalkoztatottak száma. Viszont lesújtó az, hogy nekünk 45 ezer személy kap fizetést havonta állítólag államhivatali munkába. Ebben minimum 15 ezer munkanélküli, illetve munkaterhelés nélküli személy van. Tehát ezt az első 15 ezeret kellene kiszelektálni. Ki lehet szelektálni? Nagyon egyszerű megállapítani, hogy ki az, aki nem jár be, ki az, aki nem marad bent egész munkaidő alatt, nem tölti le a 8 óráját, vagy nem tölti le az 5 munkanapot hetente. Azt is meg lehet állapítani nagyon egyszerű, rutinos ellenőrzési módszerekkel, hogy kinek van a munkahelyén, ha bent van, ha bent ül az asztala mellett, van-e terhelése a munkahelyén, vagy nem. Azt is meg lehet állapítani, hogy ha van terhelése, és valamit csinált, az milyen minőségű, van-e abban eredmény, vagy nincs eredmény. Minap kaptam egy másfél oldalas végzést az itteni középítkezési, vagy a urbanisztikai vállalattól. A másfél oldalas papíron 6 lényegbe vágó hiba van. De olyan hibák, hogy a parcellaszám, a cím, a név, az egységes polgári kódszám, és ebben vannak íráshibák. Tehát jobb lett volna, hogyha nem ül ott és nem csinál semmit, mert így most újabb munkát idézett elő, illetve fölzavarta csak a vizet, és ki tudja, hogy mennyi időt fog igénybe venni még, hogy letisztázzuk, hogy hány hiba van egy-egy ilyen papíron. Tehát ezt ki lehet szűrni, és ezt gyorsan ki kellene szűrni, viszont ennek az a nagy hibája, hogy mindezek a személyek az államhivatalban a kicsi, apró, jelentéktelen koalíciós pártoknak az üdvöskéi, és hogyha kimozdítunk valakit ebből, akkor az a koalícióból kilép, ha kilép a koalícióba, akkor már nem biztos a szavazógép többsége a parlamentbe, akkor már nem biztos, hogy meghozzuk a szükséges jogszabályokat, amelyiknek a rendeltetése volna az, hogy az elkövetkezendő reformot annak az alapjai legyenek. És hogyha ez nem lesz, akkor választások előtt állunk újra, ha pedig az év végéig, vagy tavasszal valaki vállalja a választásokat, mielőtt ebből a kilábalási programból lenne valami, akkor ezt ismétlen, akkor hiába meszeltünk. Nem sok időnk marad, de talán arra még sort keríthetünk, hogy beszéljünk egy kicsit az áfa emelésről, ami úgy gondolom, hogy a fizetés csökkentéssel párhuzamosan talán csökkenti a vásárlóerőt. Ön ezt hogy látja? Ez is világos. Ez is benne van a tankönyvekben. Tehát itt tanítják a gyerekeket a közgazdasági középiskola 3. osztályában. Ugye, hogy ennek mi lesz a következménye. Az áfának más háttere van. Ugye, akárkit megkérdez a tapasztalt közgazdászok közül, mindenki azt fogja mondani, hogy ezt meg kellett volna tenni már 10 évvel ezelőtt. Akkor, amikor az áfát behozták, nem kellett volna ilyen alacsony alsó százalékokkal, és a felső százalékokat is valamennyivel magasabban kellett volna megszabni. Akkor az áfa, mint a legegyszerűbb és legkönnyebben behajtható adóforma, ugye, meghozta volna a költségvetésbe azokat a bejöveteleket, amire szükség, vagy legalábbis sokkal többet, mint ami most van, akkor nem kellett volna az államnak eladósodnia, mert most különböző politikai föltételek, és nem tudom mik mellett eladósodott, itt is, ott is, sőt, most még ajándékba is fogadunk pénzt, ugye? Tehát köztudomású, hogy az ajándékba kapott pénz a legdrágább a világon mindig. Hát nálunk is ez lesz, úgyhogy Isten őrizzen bennünket az ajándékba kapott pénzektől, mert annak a háta mögött politikai érdekek, egyéni érdekek, kapzsiság is nem tudom, mik vannak elrejtve, amik majd 2-3 év múlva jönnek ki. Tehát ezt az áfával kellett volna megelőzni ezelőtt 10 évvel. Most, amikor más nem tudunk csinálni,
erre okvetlenül szükség volt, tekintet nélkül, hogy milyen következményei, súlyos következményei lesznek, különösen a legszegényebb rétegekre, a nyugdíjasok kétharmadára, vagy azok, akik minimális kereseten, vagy fekete piacon élnek napszámból, és még betegbiztosításuk sincsen, azok fogják ezt megsínleni, viszont ez elkerülhetetlen, mert az államkasszát egyensúlyba kellene hozni, tehát a bevételi és a kiadási oldalokat. Most a kiadási oldalon való csökkentések politikai rizikóval járnak, a bevétel pedig attól függ, hogy mennyire tudjuk felszaporítani a foglalkoztatást, tehát lesz-e nagyobb foglalkoztatás, mint volt, föllendítjük-e az ipari, illetve a gazdasági tevékenységet, ne csak az ipart emlegetjük, ugye, mert végeredményben magyarul azt mondják, hogy a turizmus is ipar, ugye, az is ipar, szolgáltatási ipar, vagy idegenforgalmi iparág, de, és új értéket termel, foglalkoznak a dolgozók benne, tehát minden termelési aktivitást kellene istápolni, hogy az szaporodjon, na, de ez ugrásszerűen nem megy. Sajnos nem megy. Csak fokozatosan, idő kell hozzá, és ahhoz, hogy ez menjen egyáltalán, ahhoz az előbb felsorolt három föltétel elkerülhetetlen, a jogszabály, az ellenőrző rendszer és egy olyan igazságszolgáltatás, amelyik minden polgára egyformán, egy mércével méri ki majd az igazságot a túlsó végén, akkor, amikor azt mérjük, hogy valakinek jár bónusz prémium, vagy valakit ki kell állítani a sorból, mert akadályozza többit az előhaladásban. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt a mai műsorban. Ennyire jutott időnk. Hetek óta a verbászi önkormányzati választásokról szól a politikai közélet. A pártok egyfajta országos jelentőségű erőpróbaként készültek a helyi jellegű megmérettetésre. Az előzetes eredmények szerint a szerb haladópárt koalíciója nyerte a szavazatok több mint 40%-át. A szocialisták tömörülése és a voksok 24%-ával rendelkezik, míg az eddig hatalmon lévő demokrata párt és koalíciója a szavazatok 18%-át tudhatja magáénak. A szerb haladópárt koalíciója nyerte meg a helyhatósági választásokat Verbászon. Alekszandar Vučić szerint a szerb haladópárt eredménye hihetetlen fordulat, hiszen Verbászon a legutóbbi választásokon a szavazatoknak csak a 13%-át sikerült megszerezniük. A szerb haladópárt vezetője a sajtótájékoztatót követően médiaházunk számára külön nyilatkozott a helyszínen, élőben a szerb nyelvű 22 órakor kezdődő vajdasági híradó számára. Számunkra rendkívül fontos, hogy eleget tegyünk a verbásziak elvárásainak felelősségteljes politikánkkal, hogy a község lakosságának többé ne tékozló vezetése legyen. A mai eredményért nagy erővel dolgoztunk a helybeliekkel. A célunk az volt, hogy őszintén és becsületesen a polgárok elé álljunk, és elmondjuk csupán 7 nappal a választások előtt, hogy súlyos lépésekre lesz szükség. De amint látják, az emberek becsülik az őszinteséget, a felelősségteljes magatartást, a tetrekészséget. Én határtalanul hálás vagyok a verbásziaknak és azoknak a polgároknak is vajdaság szerte, ahol... Mint ahogy ön is mondta, a várakozásoknak megfelelően mi győztünk. Annak ellenére, hogy minden egyes alkalommal arról próbáltak meggyőzni bennünket, hogy nem fogunk győzni. Ez a folyamat folytatódik, mert az emberek felismerték, kik dolgoznak az ő érdekükben. Nem úgy, mint azok, akik csak akadékoskodnak, de nem tesznek a polgárok érdekében semmit. Arra a kérdésre, hogy kikkel alakítanának helyi szinten hatalmat, a következőket mondta. Megtörténhet, hogy nem lesz szükségünk senkire. Ez a határértéken van. 18-36-ból. Az eddigi városvezetésben résztvevő szocialisták elégedettek a választási eredményekkel. A párt alelnöke szerint a köztársaságihoz hasonló koalíciót kellene létrehozni helyi szinten is. Rendkívül elégedettek vagyunk a választási eredménnyel. A koalíciót a Szerbiai Szocialista Párt, a Szerbiai Egyesült Nyugdíjasok Pártja, az Egységes Szerbia alkotja.
és ami külön örömet jelentett, hogy csatlakozott hozzánk a Vajdasági Magyar Szövetség és a Krajisnik Szövetség. Ezért külön köszönetet szeretnék mondani. Mit mondjak, mi rendkívül elégedettek vagyunk az eredménnyel. Ezúttal közvéleménykutatás nélkül is elmondható, hogy a köztársasági kormány, illetve az országos szinten kialakult hatalmi koalíció a polgárok abszolút támogatását élvezi. Ez az egyik kulcsfontosságú tényező, a másik pedig, hogy szeretnénk köszönetet mondani Verbász község polgárainak, akik a Szocialista Párt koalíciójának és Dacsics kormányfő támogatásáról biztosítottak bennünket. A következő kérdés a helyi hatalom megalakulása. Szerintünk logikus, hogy olyan hatalom jöjjön létre, amilyen köztársasági szinten is jelen van. A demokrata párt szerint a verbászi választások nem mondhatók demokratikusnak, sőt, szerintük a megméretés az erőszak jegyében zajlott. De szóni protekli u atmoszféri násilja, de szó protekli u atmoszféri batinanja nasik aktivista, de szó protekli... Ezek a választások az erőszak hangulatában zajlottak, aktivistáinkat fizikailag is bántalmazták. Ugyancsak a választást minősíti az is, hogy bekísérték Gorány Jésütyet, mert volt bátorsága polgári kötelezettségének eleget tenni és elmondani a nyilvánosságnak, hogy az a tej, amelyet gyerekeink fogyasztanak, nem felel meg sem a szerbiai, sem az európai normáknak. Ezen kívül jellemző volt még a választásokra a szavazatok megvásárlása. Emiatt bűnvádi eljárást indítunk. A lakosok elmondták, hogy egy szavazatért 5-8 ezer dinárt kínáltak. Ezek elfogadhatatlan dolgok és ellenkeznek minden demokratikus szabállyal. A demokrata párt szeretné megőrizni a 2012-ben szerzett választási eredményét, amikor a tartományi részarányos verbászi listán 4600 szavazatunk volt. Ez egy rendkívül nehéz kampány volt, de köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, különösen azoknak, akik nem féltek a verőlegényektől és a személyük ellen irányuló szankcióktól, amiért a demokrata párt mellé sorakoztak fel. Verbász polgárai nagy számban vettek részt a választáson, amit a demokrácia ünnepeként éltek meg. Köszönetet mondunk azoknak a lakosoknak, akik polgári kötelezettségüknek elegettével jelentek meg a választáson is, nem anyagi juttatás ellenében, amire, mint mondtam, volt ma példa itt egyes politikai pártok, illetve választók részéről. A Szerbiai Szocialista Párt alelnöke úgy nyilatkozott, hogy ő ilyen dolgokról nem tud. Nekünk nincsenek adataink arról, hogy lett volna a szavazatvásárlás. Én erről nem tudok. Ezért nem is gyanúsíthatok meg senkit sem. Viszont elégedett vagyok, mert ez egy igen kemény megméretés volt. Már a kezdetektől fogva úgy véltük, hogy ezt az erőpróbát a Szerb Haladó Párt és Szocialista Párt koalíciója fogja megvívni, ez be is bizonyosodott. A Szerb Haladó Párt vezetője elmondta, a verbászi a sorrendben 5. vajdasági helyhatósági választás, amit megnyertek, és ez volt egyben a legnehezebb is, hiszen eddig itt a Demokrata Párt és a Szocialista Párt vezette a községet, így jelentős támogatás is érkezett a tartományból, hogy a demokraták megtartsák hatalmi pozíciójukat, mondta Vucic. A köztársasági kormány első alelnöke bejelentette, hogy pártjának győzelme folytatódni fog a vajdasági településeken. Majd feltette a kérdést azok számára, akik a köztársasági kormány legitimitását megkérdőjelezték, gondolkodtak-e ugyanilyen viszonylatban a tartományi hatalomról. A múlt héten tartották meg Budapesten a nyugat-balkáni országok parlamenti elnökeinek találkozóját. Kövér László, az esemény házigazdája elmondta, hogy ezeknek az országoknak az unióban a helyük. A közösségnek pedig készen kell állnia arra, hogy minden lehetséges eszközzel támogassa őket. Az esemény díszvendége volt Pásztor István vajdasági házelnök, és jelen volt Nebojsa Sztefánovics, a köztársasági parlament elnöke is. A budapesti rendezvényen Kövér László házelnök emlékeztetett arra, hogy a magyar parlament hagyományt teremtve 6. alkalommal látja vendégül dél-kelet-európai partnereit. A rendezvényen ezúttal a térség európai uniós integrációjának lehetőségeit, valamint biztonságpolitikai dimenzióját vitatták meg. A cél aktuálisabb, mint valaha, hangsúlyozta Kövér László hozzátéve, hogy az euróatlanti integrációs folyamatban meg kell vizsgálni, hol tart Európa újraegyesítése. A szerb parlamenti elnök először ült asztalhoz a nyugat-balkáni házelnökökkel Budapesten, Vajdaság viszont nem először kapott meghívást. Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke a felszólalásában 3 fontos kérdést emelt ki. Beszélt a központnak és a régiónak a viszonyáról is, utalva a Belgrád és Újvidék közötti kapcsolatokra.
Azt gondolom, hogy nem lehet úgy az unióhoz közeledni, hogy azt csak jogszabályi harmonizációs folyamatként éljük meg, mint folyamatot, hanem úgy is meg kell élni a dolgot, mint egy olyan időszakot, amikor ezeket a belső feszültségeket kezelnünk kell. A mi számunkra az egyik fontos belső feszültségkérdés az pont ez. A másik fontos feszültségkérdés az a többségnek és a kisebbségeknek a viszony. És erről is beszéltem itt elsősorban a Nemzeti Tanácsi Törvény apropóján, az autonómia kérdésének apropóján, rámutatva arra, hogy létezik egy nemzeti tanácsokról szóló törvény, az alapján létezik egy nemzeti tanácsrendszer, amelyiknek a mandátuma most a vége felé jár. Szóltam arról, hogy ennek a törvénynek az alkotmánybírósági fölvizsgálása folyamatban van, és hogy borzalmasan fontos volna. Nem csak az, hogy régiós szempontból ez a törvény nagyobb figyelmet váltson ki, és esetleg máshol is alkalmazásra kerüljön, hanem legalább ennyire fontos volna az is, hogy ez a törvény úgy élje át az alkotmányossági fölvizsgálási folyamatot, hogy ne szabdalodjon meg, hogy ne szenvedjen nagy sérüléseket. Harmadrészben pedig a fontos kérdések közül említettem még a történelmi múlt, a közös történelmi múlt kérdését, a történelmi megbékélés kérdését, amiben azt gondolom, hogy magyar szerv vonatkozásban nem végső, de nagyon jelentős lépés történt. Egy olyan lépés, amelyik visszafordíthatatlanná teszi meggyőződésem szerint ezt a dolgot, egy olyan lépés, amelyik nem oldott meg mindent, de azt gondolom, hogy lerántotta a szürke hályogot a szemekről, és lehetőséget teremtett arra, hogy ez a folyamat erőteljesebben haladjon a közös múltnak a föltárása tekintetében. Nebojša Stefanović, a szerb képviselőház elnöke azt mondta, Szerbia erősen elkötelezte magát az európai út mellett, és a jogharmonizációs folyamatot tartalommal kell feltölteni. A nyugat-balkáni országok együttműködése pedig nem kötelesség, hanem közös szükséglet. A régió az együttműködés mellett foglalt állást annak elérése érdekében, ami kulcsfontosságú a polgárok számára, ez pedig az európai integrációk sikere. Mindannyian egyet tudunk érteni abban, hogy az európai jövő nem a brüsszeli megállapodások puszta teljesítésében mutatkozik meg, hanem a régió országainak összefogásában, amire mindannyiunknak saját magunktól kell törekednünk. Közös feladatunk, hogy szintén saját érdekünkben hajtsunk végre bizonyos gazdasági és igazságügyi reformokat, tegyük jobbá a polgárok mindennapjait, szabatoljunk magasabb életszínvonalat. Meg kell tanulnunk, hogy a különbségeket dialógus által hidaljuk át, amiben az európai integrációs folyamat egyszerre jelent segítséget és kihívást is. Azt gondolom, hogy az uniós integrációs folyamat a legjobb kihívás, a legnagyobb ösztönzés arra, hogy a folyamatokat mielőbb elkezdjük, hogy ne halogassuk az időt. Tegyük valóságos lehetőséggé polgáraink számára, hogy a várva várt jobb napok mielőbb el fognak jönni. Josip Leko, a horvát szábor elnöke, az immár uniós tagállammá vált Horvátország tapasztalatairól beszélt. Rengeteg tapasztalatot merítettünk az előcsatlakozási és csatlakozási folyamatokból. Horvátország egyéni eljárásban részesült, hiszen esetében 3 fejezettel bővültek a csatlakozási tárgyalások. Szeretnénk ezeket a tapasztalatokat továbbadni a szomszédos államoknak is, így mindenképpen hasznos ez a találkozó, hiszen legyen szó az igazságszolgáltatásról, az oktatásról, az egészségügyről vagy az emberi jogokról, a legnehezebb az értékek beépítése, elsajátítása. Az, hogy a folyamat sikerrel járjon, a társadalom egészének az elhatározására van szükség. A polgároknak és a politikának is egyet kell érteniük. Horvátországban megvolt ez a konszenzus, és a függetlenség elnyerése. A rendszerváltás után 22 évvel ma olyan társadalomban élünk, amely osztozik az európai államok demokratikus tradíciójában, elfogadott értékrendszerében. A nyugat-balkáni házelnökök a konferencia első részében egy asztalnál ültek, majd kétoldalú megbeszéléseket folytattak. Kövér László házelnök a parlamentben megtartott rendezvény lezárásaként elmondott beszédében arra is felhívta a figyelmet, hogy az európai integrációhoz vezető úton a régió országainak még számos feltételt kell teljesíteniük. A térség teljes és vissza nem fordítható stabilizálása akkor fejeződik be,
amikor a térség államai csatlakozni fognak az euróatlanti integrációs szervezetekhez. A magyar házelnök szerint az elmúlt években megerősödtek a nyugat-balkáni regionális együttműködés fórumai, a térség előtt álló kihívások közösek, így célszerű összehangolni a megszerzett tapasztalatokat. 10 napja szörnyű tragédia érte a csantavéri Gere családot. A 7 gyermekes Geréik otthonában tűz ütött ki, házuk lakhatatlanná vált. Többen is a szerencsétlenül járt család megsegítésére siettek, de továbbra is fogadják a felajánlásokat. A Gere házas párt hatalmas anyagi kár érte, amikor október 4-én a reggeli órákban leégett a családi ház. A 7 gyermekes család most a szomszédházban húzza meg magát, amíg nem találnak megoldást a téli szállásra. Tegnap a szabadkai polgármester állítólag utalt át a számlákra valami összeget. Azt jelenti, te a Magyar Nemzeti Tanácsból valaki, de még a nevére sem emlékszem. Azt tudom, más nem tudok egyelőre. Segítenek az ismerősök, barátok, szomszédok? Igen. Igen. Ki munkával, ki evvel, ki avval. Ki amivel tud. A teljes tetőszerkezet és a bejárati ajtó leégett. A külső falrész, az ablakok, az ajtók is megsérültek. A kazánház is teljesen kiégett, és a bekészített fa is oda lett. A 2 belső szoba épp maradt, de a ház már lakhatatlan. Bent a szoba nem égett meg. Végül is onnan sikerült kimenteni minden. Igaz, hogy a szagát bevette, a bútor is, meg minden. Hát, és mennyire használható végül is, ha más nincs, használható. A szomszédos házban a Gere házas pár legidősebb lánya Mónika él. Most az egész család nála húzza meg magát. Szűkösen, de együtt vannak. Nehezen, mert több a zaj, meg több a dolgok, de jobb legalább, együtt vagyunk. És az a lényeg. Mert a többi majd bejáródik, összeszokunk jobban, mert mit tudom én, és egymás dolgait is, akkor jobb lesz, vagy működni fog előbb-utóbb. A tűz október 4-én a reggeli órákban ütött ki, és pár óra alatt martalékává vált a család otthona. A tűz oka valószínűleg a vízpumpa zárlata volt, de pontos adatokkal még nem szolgáltak a családnak. A tűzzel kapcsolatban nem igen tudtunk meg többet, mint ahogy eddig. Voltunk bent a szuppon, ők előírták, vagyis megkaptuk a jegyzőkönyvet gépelten, és azt mondták, hogy a többi szükséges folyamat, avval a papírral bírunk bármelyik céghez fordulni, vagy ilyen építőanyagok kért. Tehát segélyt tudnak kapni? Igen, az által avval a papírral is tudunk segélyt kapni. Még lángolt a család háza, amikor a Caritas emberei a helyszínre értek, hogy segítséget nyújtsanak nekik. Szörnyű látványban volt részünk, mikor pénteken reggel a Gere családhoz riasztottak minket, és valóban mélyen megérintett mindannyiunkat, lelkileg is, és fizikailag is természetesen, ez egy idő után ugye kiül az emberre. A Caritas önkéntesei még aznap számlát nyitottak a család nevére, hogy pénzt gyűjtsenek, amivel újra talpra állhat a 9 tagú család. Nagyon-nagyon bizakodóak vagyunk, optimisták vagyunk. Nyitottunk egy számlát, egyik csapattagunk, Angéla volt az, aki még reggel 9 órára, azt hiszem, 9 óra után elment ugye a Csantavéri Bankba, és akkor ott megnyitotta a család nevére a számlát, amire várjuk ugye a bejövő összegeket. A számla még mindig él, és nagyon-nagyon szépen kérem ezúttal a nézőket, hogy aki még nem sikerült, akinek még nem sikerült adakoznia, az most megteheti, és bármikor még a hónap folyamán, hiszen a számla továbbra is él, és nagyon-nagyon kérek mindenkit, hogy aki csak tudja, az jöjjön és segítsen. A családról Csantavéren csak jót lehet hallani. Dolgos, becsületes emberek hírében állnak. Sok ismerős kínált segítséget, azonban támogatást olyanoktól is kaptak, akik nem ismerik őket. Az, hogy ismeretlenül az emberek egymást támogassák. Tehát erre a mai világban nem gondoltam volna, hogy akkor összefogás lesz, és hála Istennek, tehát ezt nagyon köszönöm mindenkinek tényleg, hogy ennyien sokan megmozdultunk is a rengeteg sok felajánlást. A Gere család újjá szerette volna építeni leégett házát, azonban megtörténhet az is, hogy egy másikat kell majd találniuk. Minden esetre nagy szükségük van anyagi támogatásra, így aki szeretne segíteni rajtuk, az a képernyőn látható számlaszámra fizetheti be adományát.
Ahhoz, hogy másokon segítsünk, nem feltétlenül pénzre, sokkal inkább jó akaratra van szükség. Ezt bizonyítja a jó fél éve alakult Segítjük Egymást Vajdaság nevű Magyar Kanizsai Egyesület is, amelynek tagjai eddig már több mint 500 rászoruló segítettek. Így néz ki Budincsevics Angéla terasza, és minden, ami itt van, adomány. Minden jó helyre kerül majd oda, ahol szükség van rá, nagyon nagy szükség. A Segítsük Egymást csoport a leglátogatottabb közösségi oldalon jött létre. A csoportunk a Segítsük Egymást Vajdaság nevezetű 7 hónapja alakult meg. Ezt a csoportot azért alakítottuk, hogy az egyedül nevelő anyákat, a kisebb keresetűeket és egyáltalán nem jövedelmező családokat segítsük. A csoport nagyon jól működik, szinte minden településen van egy személy, akihez eljutnak az adományok, és akik továbbítják azokhoz, akiknek kell. Kérni nagyon sokan kérnek, már több mint 500 családnak, ha nem több. Hát úgy nagyjából nem nagyon szoktam számogatni, de már az 500-on felül vagyunk. Kérni kérnek, nevüket, amit direkt kiírnak, vagy megkérnek telefonon, hogy azt ne tessék kiírni. Az adományok ugyanúgy jönnek, névtelenül is, meg ők megkérdezik persze, hogy kiírhassuk el nevüket az ő beleegyezésük alapján, és akkor... Hát, hogy mondjam, kérnek élelmiszercsomagot, ami nagyon sok, amiért mink kezdeményeztük ezt a flakon és plasztiküvegek gyűjtését, amiből olyan 350 dinár értékű csomagot állít össze Rózsikám, és kézbesítjük, vagy a segítőim kézbesítik, attól függ, hogy melyik körzetből kérnek. Rózsika, Angéla, jó. Mi az ön feladat ebben a csoportban? Hát az én feladatom... Segítek Angélának ugye elhordani az adományt, összecsomagolni, bringámmal, mert nekem autó nincsen bringát, ezt mindig még említem, mert ugye múltka is még volt említve. Még elejébe, őszintén mondva, én állítottam össze ilyen kisebb élelmiszercsomagot. Csak már annyira kifutottam a pénz dolgából, hogy most flakonokat én hozzám hordják, ide is hordják, de Angéla elhozza, én eladom őket, és abból a pénzből, hát nem sok családnak, de négy, általában úgy nézzük, hogy négy családnak bírjunk egy csomagot összeállítani, amiben liszt, rizsa, cukor, só, a legfontosabb mosópor, ami benne van a csomagban. És honnan ez az önzetlenség önökben? Honnan jött egyáltalán az ötlet is, meg ez az önzetlenség? Mert ez nem kis munka, és nagyon szép dolog segíteni másoknak. Hát úgy őszintén én, mivel ápolónő volt az utolsó munkaköröm, ahonnan nyugdíjba mentem, én az emberek iránti, meg attól független az emberek iránti szeretet, meg hogy hát én is voltam ilyen helyzetben válás után, úgyhogy én is... Olyan részben voltam, csak akkor éppen nem volt Facebook. Úgyhogy a magam ura lettem, és akkor az embernek az ösztöne vezérli az ilyen dolgokat. Angéláékkal felkerestük Tótfaluban Szenti Krisztinát és lányait, akik 3 hónapja élnek a bácskai kistelepülésen. Krisztina daganatos beteg, szabadkai albérletükből ide vezetett az út. Utasi Jenő a helyi plébános fedezi számukra a lakbért és a napi 3-szori étkezést is ő állja. Krisztina 3 lánya itt jár iskolába, a legkisebb pedig élvezi az otthon melegét édesanyjával. Ott jártunkkor épült a cserépkályha, hogy ne fázzon a család. Épül az új kályha, igen, úgyhogy jó meleg részvényt, úgyhogy végre bírunk melegen is, mert tavaly télen bizony sokat fáztunk. Sokszor nem volt meg az a mindennapunk. Itt hál' Istennek meg is látszik rajtunk, meghisztunk, mert nagyon soványon jöttünk ide, úgyhogy a gyerekek is másabb lettek, még most van gyerekkoruk. Ott főztek, takarítottak, mostak, mindent csináltak. Itt már nem épp úgy van. Itt elmennek, esznek, reggeliznek, ebédőnek, vacsoráznak, visszajönnek. Minden másnap főporcióznak, azt is kaptunk attól Károly bácsitól tiszta új porcívó. Főporcióznak, egyik, másik föltörül,
és rendben. Megcsinálják az ágyakat maguk után, és rendben. Úgyhogy bírnak játszani, jó van, annyira ők nagyobbak már nem, de kicsivel így a két kisebb, az 10 éves, a harmadik lányom. És akkor ők ketten többet bírnak játszani, többet bírnak tanulni, mert mivel most van lehetőség arra, hogy nyugodtan leüljenek tanulni, nem kell mosogatni, vagy söprögetni, vagy engem ellátni annyira. Gondolta volna, hogy ilyen sokan segítenek? Nem. Nem, gondolom, féltem, szégyeltem magam egy részből, mert mivel 35 éves vagyok, hogy ilyen sorsba kerültem le. De nem gondolta volna, hogy így nem, van. Hogy ennyinél fog segíteni. Mikor lesz egy ilyen tündéri Angéla, akit megismerek, hogy tényleg ő vigasztat, hogy gyerünk, és ne félj, és nem mertem elindulni, hogy a gyerekekkel mondom, messze vagy, most nem mit fogok csinálni ott. De végig nem bántam meg. Úgyhogy sőt, itt vagyok boldog, először tár az életemben érzem, hogy boldog vagyok. A meleg családi fészeknek és a szülői gondoskodásnak fontos szerepe van a gyermekek testi-lelki fejlődésében. Ezek nélkül a tehetség sem tud kellőképpen kibontakozni. Egy újvidéki nemzetközi konferencián a család tehetséggondozásban betöltött szerepéről tanácskoztak. A család szerepe a tehetséggondozásban. Ezzel a címmel szerveztek Újvidéken 3 napos nemzetközi családkonferenciát, amely a Vajdasági Fiatalok kiállításának megnyitójával kezdődött. Itt ezekkel a képekkel a család, szóval a család volt a téma, és ennek alkalmából fényképeztem. Itt maga az apa és a lánya közti, hát ilyen kapcsolatot szerintem próbáltam sugározni. Itt a másodikon például az egész ős családnak a apukától anyukára és a kisgyereknek a keze is látható. A fotóimon azt próbálom ábrázolni, hogy ugyebár a mostani ember már nagyon sokat dolgozik, és nagyon kevés időt tölt a családjával, és a mi családunkban pedig próbáljuk mi ezt minél magasabb fokra tenni, hogy inkább minél több családi programot csináljunk, mikor hétközben nem találkozunk egymással. Úgyhogy elég nagy választékom volt, mivel nagyon sok családi programban veszek részt otthon. Úgyhogy minden kép, ami készült, az ilyen családi összejövetelekről van. A rendezvény megvalósulásában jelentős szerepe volt a Prosciencia Nature alapítványnak, amely sikeresen vett részt az Emberi Erőforrások Minisztérium által kiírt a tehetséggondozás témakörére vonatkozó magyarországi pályázaton. A jól képzett, a helyes hozzáállás és értékrendű emberek mögött legtöbb esetben ott áll a család támogatása, a család értékrendje. Sokkal sikeresebbek azok a fiatalok, akiket otthon támogatnak, akiknek kiegyensúlyozott, erős a lelki hátterük és a családi hátterük, és sokkal többet kell ugyanezt pótolni bizonyos intézményeknek, akár középiskoláknak, akár még az egyetemeknek is manapság, azoknál, akik ezt a hátteret nem kapják meg. A Prosciencia Nature pályázati terve alapján a Génius tehetséggondozó mozgalommal karöltve több tehetséggondozással kapcsolatos rendezvényt szervezett meg. A családkonferenciára több külföldi és hazai előadó kapott meghívást. A Magyarországi Százak Tanácsának 8 tagja vett részt előadóként. Dr. Szijjártó István szerint fontos egy követendő példa megléte annak érdekében, hogy ne következzen be erkölcsi hanyatlás. Az egész életünk egy küzdés, de hogyha látunk világosan célokat magunk előtt, hogyha látjuk azt, hogy a gyerekeinkre, unokáinkra, hogyha tartást tudunk hagyni, szilárd példát, mert az életünkből, a példánkból mindig több marad meg, mint a szavainkból. A szavak azok elmennek, még az interjú szövegek is elvesznek egy idő múltán, de a példánk, hogy látjuk a világot, mit tartunk fontosnak, a barátságokat, a szerelmeket, azokat nem lehet se pénzért megvásárolni, se politikai játszótérre nem lehet venni. Naszladi Attila szerint a tehetség a génállomány mellett a környezet hatásától is függ. Szóval a tehetséggel az a gond, hogy gondozni kell, különben elpocsékolódik.
Na most ugye a családnak kell először gondoskodnia, utána az iskolának, aztán attól függően, hogy milyen érdeklődése van, mert a tehetség rendszerint sok irányú. Aztán egyszer csak kialakul, hogy melyik a legjobb, akkor azt külön egy mesternek kell kézbe venni. A modern pedagógia az úgy tekint, hogy minden épp kézláb gyerek, aki nem születik valami komolyabb betegséggel, tehetségnek, tehetségígéretnek számít, hiszen a tehetség az jelenthet matematikai zsenialitást, természettudományok iránti vonzódást, de ugyanakkor lehet a nyelvek iránti fogékonyságot, vagy pedig manuális készség, motorikus készségek fejlettebbek, vagy van, aki emociális szempontból, tehát lelki szempontból stabilabb a többiektől. Tehát mindenképpen számít az, hogy a gyerekeket úgy kezeljük, hogy minél többet nyújtsunk nekik, minél többet lássanak, és valahol aztán megmutatják, hogy mibe tudnak különlegeset adni. Mint ahogy minden gyermek tehetséges, sokak szerint egyetlen család sem tökéletes. Vajon elkallódnak-e ma a tehetségek? Természetesen. És véleményem szerint azért, mert azok, akik tehetséggel rendelkeznek, félnek talán megmutatkozni, és talán azért, mert nem fektetünk elég hangsúlyt arra, hogy felhívjuk a figyelmüket arra, hogy igen, lehet kezdeni valamit avval a tehetséggel, és hogy értékes emberek ők. A tehetséggondozás tehát az egyik leglényegesebb feladata a családnak, de tudnak-e ma érvényesülni az egészséges légkörben nevelkedett gyermekek? Tudnak érvényesülni? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Erre is csak azt tudnám mondani, hogy ha a család a gyerek mögött van és mellett van, akkor igen. És támogatás nélkül nagyon nehéz. Nagyon nehéz. A háromnapos konferencia sorozat ma ért véget. A résztvevők egyben egyetértenek. Bár a gyermek mindenképpen a szülők szemefénye, az ő sikeréhez a család hozzájárulása is szükséges. A 90-es évek véres eseményei nyomot hagytak életünk minden területén. A háború során nagy szerepe volt az uszításban a médiának is, de legalább ekkora szerepe kellene, hogy legyen a megbékélési folyamatok serkentésében is. Egyebek mellett erről a témáról tanácskoztak az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karán megtartott nemzetközi konferencián. A volt jugoszláv köztársaságokból egybegyűlt média szakértők szerint térségünkben továbbra is jelen van a gyűlöletbeszéd. Dubravka Válics Nedeljković elmondta, annak ellenére, hogy a Daytoni megegyezés óta 18 év múlt el, Szerbiában és a környező országokban továbbra is ugyanazok a jelenségek tapasztalhatók, mint régebben. A média elemzések kimutatták, hogy Horvátországban, Bosznia-Hercegovinában és Szerbiában egyforma mértékben van jelen a gyűlöletbeszéd, és a média továbbra is ugyanazt a retorikát folytatja, mint régebben. Más területeken valószínűleg van némi előrelépés, de a médiában nagyon kevés. Összehasonlító elemzéseket végeztünk, amelyek kimutatták, hogy a regionális médiumok nem ismerték fel azt, hogy most már ideje kialakítani az új párbeszédet. A zsurnalisztika tanszék vezetője úgy tartja, hogy a megbékélési folyamat lehetetlen a széleskörű média egyeztetés nélkül. A jelenlegi tájékoztatási és a műsorszórási törvény tiltja a gyűlöletbeszédet a tájékoztatásban. Ráde Veljanovszki szerint a médiának fel kell vállalnia az oktatási szerepet is. A média társadalom integratív ereje. Munkáját civilizált, professzionális és erkölcsös módon kell végeznie. Szem előtt kell tartania azt, hogy a jó nemzetközi, etnikai és emberi viszonyok nagyon fontosak a közösségünk számára. A szarajevói tapasztalatok is hasonlóak. Leila Turcsilo szerint a média felelős volt a térségünkben történt háborúk szításáért. Igazságtalan lenne azt állítani, hogy minden média felelős azért, ami a 90-es években történt, illetve azért, hogy jelenleg semmi sem történik a megbékélési folyamat érdekében, tehát tisztelet a kivételeknek. Szerintem a médiumok csak a rendszer kerekei és sűrűn a saját gondjaikkal bajlódnak, mert most már nem csak politikai nyomással, hanem pénzügyi gondokkal is küszködnek. Emellett egyre inkább szembesülnek az erkölcsi válsággal is, amely mindinkább van jelen a társadalomban. Tehát a médiumok felelőssége vitathatatlan, de ez az egész társadalomra igaz.
Sinkovics Norbert a közszolgálati médiumok társadalmi felelősségéről végzett egyéves kutatást a szarajevói kollégákkal. Ahogyan elmondta, az eredmények lesújtóak mindkét országban. Nagyon rossz eredményeket mutatott föl mindegyik médiaház. Abszolút nem érdeklik a médiát az, hogy mi történik a szomszédban, hogy a megromlott baráti, családi kapcsolatokat, amit ugye a háború tett tönkre, hogyan lehetne előre mozdítani és újra helyre tenni. Arról pedig ne is beszéljek, hogy a saját felelősségéről mennyire kevés szó esik. Abszolút nem beszélünk arról, hogy mi volt a mi szerepünk újságíróknak abban, hogy gyakorlatilag több ezer ember utcára kerüljön, több ezer ember ma névtelen sírokban heverjen. Horvátországban is hasonló a helyzet, mint Szerbiában és Boszniában. A médiának jelentős szerepe van a közvélemény alakításában, mivel az általa formált társadalomban élünk. A polgárok nem rendelkeznek médiaképzettséggel, nem tudják felmérni, hogy a médiumok milyen nagy mértékben befolyásolják a másokhoz való viszonyulásunkat, illetve megértésünket és meghatározzák a másokról alkotott véleményünket is. Kihatnak arra, hogy milyen módon osztályozzuk az embereket és milyen sztereotípiákba bukkunk bele. Ezek szerint a médiának meghatározó szerepe van abban, hogy hogyan fogjuk megítélni a szomszédunkat, mit fogunk gondolni más emberekről, akik az országunkban élnek, mit gondolunk majd azokról, akik különböznek tőlünk, mit fogunk gondolni a nemzeti, társadalmi és szexuális kisebbségekről. A szemináriumon résztvevő szakemberek szerint a cenzúra és az öncenzúra egyaránt jelen van a nyugat-balkáni médiumokban. Nagy gondot jelent az, amikor az újságírók már előre meghatározzák, miről fog szólni a tudósításuk. Sajnos, ha így dolgozunk, megszűnünk újságíróknak lenni, és propagandistává válunk. Szerintem ennek az az egyik oka, hogy nem akarunk szembesülni az egyes médiumok és volt kollégák, mert nem nevezném őket most már újságíróknak szerepével, akik annak idején bekapcsolódtak a háborús propagandába, és a háború oldalára álltak szerint, Szerbiában, Horvátországban, Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban. Erről a témáról sohasem tárgyaltunk. Emiatt nem terhel senkit erkölcsi felelősség, de senki ellen sem indítottak büntető eljárást. Ezzel magyarázható az, hogy mi történik velünk mostanában a cenzúrával és az öncenzúrával kapcsolatban. Ez az önkényuralmi rendszer és a szolgaújságírás öröksége. A pénzügyi válság miatt az újságírói szakma veszélybe került. Egyre több példa van arra, hogy a világszerte nagy tekintélynek örvendő médiaházak magánkezekbe kerülnek, és ennek következtében tulajdonosaik érdekeit szolgálják, amivel megszűnik a szabad és elfogulatlan újságírás. Ennyi volt már a napjaink, én ezzel megköszönöm figyelmüket, de tartsanak továbbra is velünk, napjainkkal egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Szép estét, a viszontlátásra!